De ezt jól látom, hogy még 1777-ből származó puskákat használok. Úristen, de gáz ez a hadsereg, de úristen. Indián agresszió Amerikában. Szövetségesük az Egyesült Államok a Sioux törzsekkel kénytelen farkas szemet nézni. Szerencsére az uniós serege kiváló osztrák felszereléssel volt ellátva, így a konfliktus rövid volt és kíméletlen. Amerikai barátaink végleg leszámoltak a betolakodó barbárokkal. Pénzügyi pánik Európában. A Kamzsi Bank of England összeomlása nemzetünk gazdaságára is hatással van. A gyárak kénytelenek bezárni és munkásokat elbocsátani. Kegyelmes Ferenc József császárunk azonban soha nem látott támogatásokkal és földreformokkal uralja a helyzetet. Hadüzenet! Birodalmunk harcban áll Poroszországgal. A konfliktus azután eszkalálódott fegyveres harcá, hogy Bismarck kancellár bejelentette igényét és megszállás alá vonta császári felségünk védelmét élvező Holstein tartományt. Ferenc József császár a birodalmi szenátushoz intézett beszédében úgy fogalmazott, hogy 1866. július 1-ére a gyalázat napjaként fogunk emlékezni. A napra, melyen ez a Bismarck nevezetű senki házi megkérdőjelezte az európai Habsburg hegemóniát. A porosz sereg nyugati erőit a császári seregek gond nélkül legyőzték és felszámolták, de az északi határon patthelyzet van kialakulóban. Ferenc József császár magabiztos a győzelmet illetően, így elfogadta francia barátunk harmadik Napóleon császár meghívását a fényűző párizsi világkiállításra. Nagyszerű uralkodónkat piros posgás gyermekek várták Franciaországban, vagy beszédében elmondta, hogy soha ilyen kedves köszöntésben nem volt még része. Veled néző, aki most nézed ezt a videót, megosztok egy titkot. Frakciók vannak, nem is tudtam egészen eddig. Na, hát én vagyok ugye a Gross Deutscher Bund ellenfeleink, meg a Preußische Union, vagy tökön tudja, hogy kell kiejteni, kettes, sőt, meg így buktam németben, nem érdekel, na. Hát emberek, folytassuk ezt a háborút. Amit hitem szerint meg fogunk nyerni. Mégpedig csúnyán meg fogunk nyerni. És porosz barátok csak úgy nézni fognak. Na Weimarba nyomuljunk be! Nem lesz itt weimári köztársaság, semmilyen köztársaság egyáltalán nem lesz. Jaj. Land doktrin. És kell már land doktrin. Magyar separatism is 7. Hát az sajnos nekem nincs, hát akkor építsük meg a pulai tengerészeti kikötőt. Hullala, németek, ott érik egy körbezárás. Ajajaj, hát ez körbe lett zárva bizony. Á, sőt, itt a Holstein is el lett zárva, ha jól látom. A külvilágtól. Ajaj, jó, szerintem azt sem, hogy beszüntetem a támadásokat. Ami még megy, azt hagyom végigvinni. Aztán tartok egy seregrendezést. Meg egy-két... Jaj, basszus, ez is velük van. Istenem, ezt elfelejtettem. Hát akkor
Storno emberek még nincsenek elzárva. Sajnos, pedig én abban a hídben voltam, hogy itt vége van a dolognak. Na mindegy, álljunk le. Úristen, mi volt ez? Azt hittem valami nagy esemény történt, mert ennyi nem szokott megakadni. Pláne napközben. Na mindegy. Porosz barátaink elvesztettek már 300 ezer embert. Én, hát jó, nagyjából egyenlő veszteségeink vannak, úgyhogy én most egy kicsit leállok. És hagyom, hogy az ipar... Hagyom, hogy az ipar visszatermeljen keveset. Ez itt mi az a kis önmagába visszaforduló támadási irány. Hogyha Schwerint el tudnám foglalni, az jó lenne. Mondjuk akkor Kielben még ugyanúgy kapnák a... az ellátmány, de nem baj. Na, Amerika hadba lépett megint. A Utah-i területek ellen. Hát hajrá USA, én nektek szurkolok. Sőt! Tehát te húzzatok innen, nem akarok veletek beszélni. Land lease. Azból semmi hasznosat nem tudok nekik küldeni, csak ilyen Victorian support equipmentet. Ebből kapnak 300-at, aztán hát ha hasznuk lesz belőle. Hát az uniformist és puskát viszont csökkentem 5%-ra. Mert sajnos az most nekem is kell, sőt. Krétai lázadókra... Krétai lázadóknak meg adatüzent. Adatüzentik az oszmának. Azt a püdök rohadt életbe ez a csávó. Úristen, ez egy hegyi ember. Azt a rohadt. Oszmánokat tudnám behívni. Hívjam? Most az a baj, hogy nem tudom, hogy lesz-e valami... Mint ha lenne így 1870 magasságában valami oszmán több, vagy mi az, orosz-török háború, nem? Vagy rosszul emlékszem? Nem akarok ezzel kockáztatni, úgyhogy inkább egyre nem hívom be őket. Hogyha úgy néz ki, hogy a poroszokat lenyomjuk, akkor majd behívom őket, de addig biztosan nem. Úgy tök jó, hogy ők szarásig vannak fegyverre, körülbelül nekem meg alig jut valami. Mármint a poroszok vannak szarásig fegyverre. Mit akartam megnézni? Felesen emlékszik már rá, hogy mit akartam megnézni. Plant False Intelligence, az! Szövetségeseknek bejött a világháborúba, akkor majd hát ugye a második világháborúba. Vagy talán nekem is bejön. Hű, mennyi puska hiányzik azt a büdös mindenségét. Na, nagyon nagy szükségem lenne pedig. De közben nézd, körül kell nézni, hogy hol tudnék itt kontárkodni. Ezt a részt ezt jó lenne elfoglalni, hogy végre csak erre tudjak koncentrálni. Mondjuk szerintem ellentámadni már nem fognak. Abban biztos vagyok. Jó van, meg azt egyet is tudom elfoglalni. Hát igen, be vannak ásva. A környezet nekik kedvez. Hát... Ezzel lehetne talán próbálkozni. Elfoglalni azt, aztán körbekeríteni azt a két hadosztályt. Azért itt az osztrák hadigépezet, a taktikai érzék az azért emberek megmutatkozik. Remélem látjátok. Oda küldök még egyet. Az a taktikám, hogy többen leszek. Azt úgy ki tudják überelni. Kis nyomik.
Jaj. Jó, terv egyszerű, mégis ötletes. Csak hogy egy klasszikust idézzek. Rakétek nem érdekelnek. Hovicer meg. Na, de jó lenne, hogyha ezeket a technológiákat tudnám is alkalmazni. Mert jelenleg egy deka hovicer nem található az országomban. Az a probléma. Jó. Most így el vannak zárva. Most megtámadjuk őket. Hiába vagy beásva, Fritz Kirchner. Ez már nem segít rajtad. A gyávák taktikája itt már nem működik. Harcol, mint egy férfi, egy gyáva. Még egy technológia, még két technológia, bocsánat, nem figyeltem. Jó, új puskát kéne rendszeresíteni, azt szerintem egy jó ötlet. És puskán múlik, hogy milyen hadosztályaim lehetnek? Guard Infantry, az lenne. A bajonettet is. Hát most az vagy, hogy tényleg nem tudom, hogy mit tudnék itt nyomni fókuszt, mert kb. Kifogtam. Emberek, hát ötször annyian vagyunk, hát foglaljuk már el, hát ez egy kis taknyos. Azt se tudja, mit csinál szerintem, foglaljuk már el. Nem érdekel a lightbulb. Ez sem érdekel. Na, jó. De le vagyok maradva itt is. Jó, hát nem tudom, hogy mit, hol tudnék még valamit csinálni. Itt egy négy hadosztály van Dresdában, ráadásul folyón kéne átkelni. USA! USA! Ennyi, el lettek foglalva. Protect the border, akkor azt is megcsináljuk. Most ilyen manuális támadásokkal próbálok itt rendet zavarni, meg előre nyomulgatni. Megnézem, hogy mennyire sikerül. Na Istenem, megint lemondanak. Jó van, lecseréljük. Nem tudom, hogy ki mondott le, vagy hol. Tábornoki karmalája, jól látom, nincsen változás. Be tudnak nyomulni? Nem, csak ezen keresztül. Hát akkor mindegy. Jó. Oppen is bukott. 28% a stability, akkor ezért? Ilyen olcsó a megadás náluk, úgymond. Jó lenne körbezárni egy-két zászlóaljat. Opa, bocsánat, miket nyomok. Jó. Nem állunk jól. Ahogy látom, török barátaink sem állnak jól. Párizsi világkiállítás, nagyon jó. Persze, elmegyek erre is, mert rohadtul nincs jobb dolgom. Mondjuk az lenne jó, hogy behívnám a törököket. Az azért lenne jó, mert akkor ugye nem kéne megtámadnom őket, másrészt a déli határaim azok biztosítottnak tűnnének. És lehet, hogy még az oroszok ellen is hasznukat tudnám venni, vagy ugye igazából akárki ellen, akit megtámadnék. Na jó, a hovicer gyártást is visszacsapom, mert egyszerűen nincs értelme jelenleg. Most csak a lőfegyverekre kell koncentrálnom. Azok legyenek még minél hamarabb. Na, előkészítve, hajtsuk végre. Ajaj. Big scale protest. Nem hangzik túl jól. Úristen, ki ez? Friedrich von Beist, vagy Beist, vagy hogy kell kiejteni. Hát nem örülök ennek a fejleménynek, hogy itt mindenféle tüntetések vannak.
legitimációt kell növelnem. Talán segít. Meg ha legyőzném a poroszokat, talán az is segítene a helyzetem, de hát ez nagyon úgy tűnik, hogy megállt itt a tudomány. Kék Duna keringő, nem tudom mi ez, de nagyon jó. Azt fogom csinálni, hogy lenyomom ezeket itt Schwerinnél, ha tudom. Ha tudom, de a hangsúlya han van. De úgy tűnik nem fogom tudni. Na! Amerika beindul. Rendet rak, kontinensen. Komancsok ellen. Mondom, gondolom mekkora fenyegetés jelenthet meg a komancsok a USA-ra nézve. Jaj. Imperializmus. Egy vicces dolog. Na, de legalábbis akik csinálják, annak vicces. De a szenvedőknek már kevésbé. Na. Hát ott nem fogok tudni áttörni. Pedig azt hittem, azt a lovashadosztályt talán le tudom győzni a gyalogos dandárokkal, de... Hát túlbecsültem magamat. Ez a szomorú helyzet. Á, Schwerint nem adják. Schwerint nem adják. Pedig kéne. Csak óriási felszerelés árán tudnék itt előre nyomulni. Hát ezt megállítom, ez itt felesleges csinálni. Jó. Fókuszáljunk ide délre, itt talán lesz valami. Valami. Hát az a Schwerin az nem. Az egyszerűen nem megy. Jó. Ez megvan. És megpróbálok lehet, hogy még egyszer előre nyomulni, amíg ilyen gázállapotban vannak. Jó, végre financiális krízis már nem megy. Breslauba be kéne vonulni nagyon csúnyán, különben. Különben nem lesz semmi, ha nem sikerül. Valószínűleg. Nem tudom, mit akartam mondani. Elkezdtem a mondatot, és nem tudom, hogy mit akartam belőle kihozni. Szokott ilyen történni. Ah. Az, hogy itt egy hegytetőre épített erődben kell, hogy erődért kéne harcolni, ami szinte esélytelen. Egyelőre maradjunk így, akkor az átkarolás tervéről lemondunk egyelőre. Sobek bajonett. Fűrész hátú bajonett. Gatling gun. Kampani. Hát akarok én érdem, hiszen nem tudom, hogy értelme lenne nekem ezt csinálni. Még a ballon dizájnok sincsenek meg. Ott van. Gifard Airship. De nem foglalkoztam én ezzel eddig. Ki a faszom akar repülni, érted? Minek? Hogy végig erődök vannak itt. Jó! Oh! Békét off the summit! De ne kösd békét! Tönkretette a... tönkretette a játék a játékomat. Istenem, miért kellett ezt? Sit csináljak?
örököket se tudom megtámadni. Miért? Miért? Miért akarok neki menni rögtön valakinek, vajon? Nincs mindjárt föllázadnak az emberek. Mindegy, hogy ti menjetek a francia határa, ti meg mit tenni, az orosz határa, aztán szevasz. De rossz érzés! És hogyan nyomjam feljebb a politikás stability-t? Azt sem tudom. Nem engedi egyszerűen, nincs mit fölnyomni. Itt sincs mit csinálni. Akkor nem tudom, stabilize the nation, aztán... Nem tudom, mit tudnék csinálni. Ja, stabilizáljuk a népet, aztán meglátjuk, mi lesz. Aj, de jó, collapse of the Qing Empire. China collapse, leszorom Kínát, megmondom őszintén, Heavenly Empire. Mongol State. Qing Pretender State, ajaj. USA legyőzte a komancsokat, milyen meglepő. Hát jó, hát akkor emberek, ezt a maradék időszakot, Breslau Peace Treaty. All partaking powers are gathered in... We are the victors who dictate the terms and these terms and no need to spare the king of Russia and its enemies and friends. Silesia will finally be returned. Oh, visszaszereztük Silesiát legalább. Erkes. Na, csúj, sziasztok! El lehet tolni a biciklét. Jó. Hát jó emberek, akkor legalább nem üres kézzel távozunk. Nézzük, franciák, hogy álltok? Kéne küldenem oda egy kémet. Aztán meglátjuk, hogy hogy állunk. Rural Innovator, Urbanizer, ez kell, és akkor gyorsan épül a... Ami? Az infrastruktúra. Tényleg ötletem sincs még mindig, hogy hogyan kellene politikás stability-t feltolni. Fogalmam sincs, na mindegy, outdated equipment. Nem, most már végigjártam a 62-es Lorenz puskákat, és ha majd betelt, akkor elkezdem gyártani az újat, mert addig nincs értelme. Nem tudok mit mondani, emberek, most egyszerűen muszáj a seggem menődöm és várnom. Talán itt a... Ez a börtje itt a végtelen pofonosztoszkodásnak, amit itt leműveltem az előző néhány részben. Eljött az a pillanat is, amikor a játék benyújtja a számlát ezért. Bármennyire nem örülök neki, ez van. Na legalább a puskák szépen töltődnek visszafele. Lend-lease az Egyesült Államok felé. Azt nem bolygatom, az úgy jó. 9000 puskát kell még eljutatni a katonákhoz. De ami nagyon gyalázatosan sokáig fog tartani, ez a howitzer meg az uniform is. Ha előre félek tőle.
sok izém van, mi van? Hajóm, akarom integrálni az olaszokat? Mert akkor nagyon sok hajót kell nekik küldeni. Ezer puska naponta, hát ez sok. És mennyi hiányzott, basszus. Nem lett volna ilyen ordító a fegyverhiány itt a poroszok elleni háborúban, akkor... akkor elmentem volna nyugodtan Berlinig, de hát ilyen meg kellett állni. Meg kellett állni. Ami sajnos így alakult. Balloon design. Nem hiszitek el, emberek, bement az uniform is hiány 20 000 alá. Mindjárt sokkot kapok, de ami még ennél is meglepőbb, hogy a hovicerekben már csak 2000-et kell váltani. Istenem, soha nem lesz meg. Ó, Isten, de legalább puska már raktárra megy. Már készül az új, már 3000 van raktáron a régi modellből. Az újakkal éppen felfegyverzem a hadsereget, talán már el is jutott pár darab néhány hadosztályhoz, mondjuk nézzük őket, hát mondjuk hozzájuk még pont nem. Hát, ide se, de ezt jól látom, hogy még 1777-ből származó puskákat használok. Úristen, de gáz ez a hadsereg, te úristen. Ég a pofám. De nagyon durván. Azt a rohadt. Jaj. Nem baj. Nem baj. Dolgozom azon, hogy jobb legyen az ország, jobban működjön. Aj. Úristen, 19 000 alá be fog menni. Nem hiszem el. És bement. Fú, karácsony van, emberek, karácsony. Hát szerintem jobb, ha egy darabig még nem... még nem. Nem gondolkodom azon, hogy ki legyen a következő célpont. Na mindegy. Téged elküldünk diplomatic pressure-ölni, mégpedig ide, Londonba. Veletek meg csinálunk valamit. Mondjuk, megpróbálunk behatolni a hadseregbe. Intel Ledger. Azt a büdös, mik vannak a franciáknál, te jó ég! Raktáron van 800 ágyú! 30 000 uniform is! Ilyen van? Nem, mondjuk ők nem háborúztak. De akkor is, undorító, undorító. Áááá. Nem tudom, mit fejleszek itt az ügynökségen. Hát, legyen passzív védelem. Hát legyen egy passzív védelem. De az sok nem árt. Na még 325 nap, 10 gyárral és elkészül ez a nyomorult szubbán. És akkor vége. Ennek az építkezős őrületnek, utána már azt csinálok, amit akarok. Csak nem tudom, mit akarjak csinálni. Military industry-t kéne építeni igazából majd. Ja, hát emberek, ti is hallottatok, nem? A legendás 1869-es hondurászi világvágságra. Hát nem, hát természetesen magától értetődik, hogy
a híres hondurászi világvásárra ki nem hallott. Csöves lehet, aki nem. Nyilván. Jó, építjük egy csomó military factory-t, aztán meglátjuk, hogy... azok gyorsabban el fognak készülni, mert... ja, az infrastruktúra sokkal több... időt emészt föl. Ó, oh, Jedlik Engine, jól láttam, vagy volt ez? Jedlik Dynamo, ó! Oh! Jedlik Ányos. Na, ennek örülök, hogy benne vagyunk. Valamilyen szinten, vagy hát nem én. Azért tudjátok, amire egy büszke az országával kapcsolat az ember, akkor hirtelen már többes szám lesz. Na mindegy. Big scale protest quiet down. Ah, jó. Már csak minusz 2 a stability-m. Jó. Minusz 4-hez képest ez már előrelépés bőven. Reméljük gyorsabban is gyártódnak majd így a ruhák meg ilyenek. Novicerek is 1900 alatt. Úristen, emberek, a végén meg fel fogok tudni építeni én itt egy működőképes hadsereget, ami jól el van látva. Úristen, mi lesz még? Hát, nem bővítem az ügynökséget. Most egyszerűen várom, amit fölépüljön a vasútvonal Isztriában. Na jó, emberek, ennyit szántam erre a részre. Hát kicsit még azért csalódott vagyok a porosz fejlemény miatt, de legalább Szilézia az megint a miénk lett. Szerintem ez igazából felér egy győzelemmel. Mondjuk jobban örültem volna, még egy-két terület átcsúszva hozzánk, de mindegy. Lehet, hogy fölkészülök az oroszok ellen. Vagy a franciák ellen, nem tudom, majd kitalálom. Deals with Prussia, lehet, hogy nincs jó felhangja ennek a fókusznek. Melyik ez? Á, itt van. Deals with Prussia. Ennyi? Egy az üzletelnek vele? Á, tudom ennekkel. Azt hittem, hogy jó kis francia-porosz háború lesz, de nem. Na jó, emberek! Én köszönöm még egyszer a részvételt, innen fogjuk folytatni. Ja. Nézzétek meg azt is, nem fogjátok megbánni, én biztos vagyok benne. Na, addig is pedig csá. Sziasztok!